Velem ez a varrógép, ez végigutazta Európát. Egy sportáskában. Mert hogy Magyarországon anyagot sem lehetett kapni annak idején. És akkor Bécsbe megálltunk, vagy ha messze volt a verseny, Párizsba, Londonba. És akkor ott megvettük az anyagot, megérkeztünk a szállodába, akkor ott szépen kicuccoltunk, varrógép kikerült az asztalra, én gyorsan megvartam a táncruhámat, még aznap éjjel, és akkor hajnalban, amikor elkészült, mindig jött velem a barátném. És akkor ő fölkelt, és mire elkezdődött a verseny délelőtt 11-re, addig ő ezt nekem fölstrasszozta. Van itt mennyiség. Van, igen. Hát az a lehetőség van még, hogy itt a fal mögött van a fiam régi szobája, honnan ő most leköltözött. Az lehet most az én varró szobám. És már morfondírozok rajta, hogy kiverjük ezt a falat, de azért mégiscsak 18 négyzetméteres gardrom az még már egy kicsit. Úri-múri, de hát lehet, hogy szükség lesz rá. Nekem az a bajom, hogy én nem dobok ki semmit. Én imádok elrakni, én imádok gyűjtögetni, és nagyon boldog vagyok, mikor valami újból bejön a divatba, és valamit újból lehet hordani. De hát ha valami, akkor ez egyébként fenntartható. Ez abszolút. Ez abszolút mértékben. Úgyhogy nagyon sok kincset őrzök itt. Van, ami nem jó, éppen nem jó. Na hát ez az, azért szerintem a karantén időszakon ez egy csomó mindenki életében nem arról szólt, hogy leadta a kilókat, hanem inkább felszedte. Nálad viszont azért ez nagyon másképp van. Igazság szerint ez egy ilyen újévi fogadalom volt, és most május van. Újévi fogadalom volt, hogy ebben az évben megpróbálom máshogy. Tavaly évben is volt egy ilyen fogadalmam egyébként, mert én az 50. szülinapomra szerettem volna visszanyerni a lánykori alakomat, ez volt a terv. És ehelyett jól fölhíztam, mert a tavalyi év az nálunk egy ilyen szuper jubileumi év volt egyébként. Akkor volt a lányom 18 éves, akkor lettem én 50 éves, a férjem nem sokkal előtte lett szintén ilyen kerek évű, a fiam 14, a 20. házassági évfordulónkat ünnepeltük, szóval ha csak azt tesszük, hogy végig ünnepeltük ezt az én családomnál, a férjem családjánál, és nyilván néhány baráttal is alkalmasint, akkor ez nagyon sok torta. És akkor olyan szerencsés voltam, hogy tényleg találtam egy olyan módszert, amivel hát soha még ilyen könnyen nem ment a fogyókúra. Hát, nyilván az egész életemet végig fogyókúráztam, mint mindenki. Nyilván. De most egy két ruha mérettől sikerült megszabadulnom. Mindenféle nagyon izgalmas grönlandi moszatok, meg palesztin különleges rozsban gazdag növények kapcsán. És csak akkor olyan baj lesz, hogy itt állsz a gardromod előtt, és minden nagy. Ez legyen a legnagyobb baj. Nyilván azért tudtál előbb elnyeszni a szekrényét. Például előbb elnyeztem ezt. Hát képzeld el, én ezt 20 éves koromban hordtam. Akkor ez volt a kedvenc darabom, és most elővettem. Hogy ez az a típus, ami minden kis apró hájhurkát és hasat. Tehát ez nagyon mélyre volt dugva nekem a szekrényemben. De most ezt például elővettem, és imádom. Szerintem úgy van, nyilván, hogy valaki valamilyen korban volt a legboldogabb fiatal, én a 80-as években, 90-es évek elején, akkor szerintem az benne ragad egy picit. Tehát, hogy mindig vágyja azt, hogy milyen kis részei vannak a divatnak, ahová azokat be lehet csempészni, ami. És hát akkor ugyan nagy váltömmő az állat, mint, hát meg én fekete-fehér lány vagyok, tehát hogy én imádom a fekete-fehéret. Ez, képzeld el, hogy az anyukám, amikor ilyen 20 pár éves volt, akkor vette magának. És amikor én ilyen, nem tudom hány éves lettem, 16 környékén, hát az az időszak, akkor ilyen kavoly csizmával hordtam, meg ilyen kis jackivel, tudod, ilyen. Figyelj, egy ilyen darabért most a vintage butikokban ölnek. Ugye? Na, hát én meg ezt, tulajdonképpen ez egy olyan darab, amit én anyukámtól lenyúltam, akkor nagyon zokon vette. És a címlapon is szerepeltem vele, újság címlapján. Nagyon menő voltam benne akkor is, mert pörög is, meg forog is, meg szex is. És ez állandóan, tehát hogy ez egy olyan darab, én szerintem, amit állandóan elő lehet tartani. Ez körülbelül egy olyan 35 éve van meg nekem. Ez azóta nem ment ki igazából teljesen soha divatból. Ja, hát akkor van ez például. Hát ez most megint abszolút aktuális ruhadarab. Ez Amerikából jött. És ez is így lépten nyomon előkerül,
De most megint ez a divat, ugye most derékig érnek a nadrágok, és hogy ezt egyébként eredetileg megkötni kell elől. Tehát ez ilyen country-s igazából, ez a country style, és abszolút most ez a bő új, ezzel a szűk manzsettával, tehát hogy teljesen ott vagyunk, ugye? Nagyon. És tehát azt számolod, ez is 32-34 éves körülbelül. Azért azt kell tudni azoknak, akik sokat vásárolnak, üzenem, akik sokat vásárolnak, hogy egy textil, egy ilyen műszálas, mert hát ez azért eléggé műszálas, az 500 év alatt bomlik föl. Tehát, hogy 32 év múlva ugyanolyan formában van, mint eredetileg. Tehát, hogy aki minden nap vesz magának egy új ruhát, és aztán azokat kidobálja, az olyan mértékben szennyezi a környezetet, hogy ezen muszáj mindenkinek változtatni ezen a szokásán, és igenis, hogy kell turkálóba menni, ahol egyébként kincseket lehet találni. És én nagyon szeretek, ez mondhatnám hobbim. Jó, én szerencsés vagyok, hiszen varrok, és ha találok valamit, aminek például tetszik az anyaga, de nem tökéletes a fazonya, akkor én azt meg tudom venni, és át tudom alakítani. Ezt szeretem, ezt hobbi szinten üzem egyébként. Tehát, hogy sokkal boldogabb vagyok én egy 500 forintért vásárolt cuccal, amit itthon aztán átalakítok, büszkén hordom, és mindenkinek megmutogatom, mint sem egy design üzletbe méreg drágán vásárolt design ruháért, mert abban semmi faxni nincs. Persze azért van, tehát én is bemegyek azért a divatboltba, most ugye divat a fehér, ezek a világos színek. Ez a kedvenc kabátom, hát azért ez abszolút ez mostani. Tehát ezeket is megveszem, mert mindig kell egy olyan darab, ami azért mindent ápol, eltakar, megvan. Ez például turkálóba turkáltam, abszolút. De ebből is már voltam újságban is nagyon. Nézd oda. És abszolút egy tök vagány ilyen, persze egy övvaló hozzá. Azon, hogy egy hónapban egyszer szoktam turkáló napot tartani. És akkor, igen, akkor egy-két-három órát ott elszemezgetek, és akkor amit beszerzek, de akkor az a nagy élmény, biztos van valami akció, hogy az ember 15 ezer forintért hoz egy ilyen zsák cuccot, legalább 20 dolog van benne, és akkor utána egy hónap kell, mire azokat szépen feldolgozom, átalakítom, megcsinálom, kicsinosítom. Persze nem csak ez van, tehát az minden tele van, hanem még van egy olyan csomó bőrönd csurig. De hát, de nem dobom ki. Azt hiszem, most az emberek leírtak engem. Táncruha is lehet belőle, szóval, hogy ez még a másik nagy gondolat, igen. Hogy táncruha bármiből lehet. Elejúsz a várógépet és eltelek. Igen, nagyon jó dolgokat lehet belőle kihozni. Tényleg olyan jó anyagokat lehet találni, amiket egyébként sohasehol. Nálatok az ebédlőasztal az úgy néz ki, hogy a varrógépnek van egy fix helye. A varrógépnek van egy fix helye, de azért dupla ebédlőasztal van direkt. Hogy szegénykének ne kelljen valami, mert már öreg, tudod, nem tud nagyon költözködni. Igen, ez egy szép régi darab. Ezt képzeld el, ez 40 éves legalább. Az anyukámé volt ez is, és aztán tőle átvettem, de nagyon hamar, én már 12 éves koromban imádtam varni. De nekünk a családban volt, tehát apukám anyukája, ilyen, mondjuk azt, hogy egy ilyen ruhagyárat vezetett, és barátnői pedig remekül vartak. Úgyhogy én a gyerekkoromat mindig varrógép bámulásával töltöttem, és gyönyörű ruhákat vartak akkor ott nekem. És akkor ez valahogy így jött, hogy én ezt így imádtam csinálni, meg már kellett is, tehát én már nagyon aktívan versenyeztem 12-14 éves koromban, és én abban az időben is már magamnak csináltam a ruhát, és aztán később pedig ruhaipari, tehát én férfi szabóként végeztem elsőként, az első szakmám az az. És úgy, férfi ruhákat is vársz? Ne, hát... Nem annyira, nem. Inkább átmentem. De én azért férfi szabónak tanultam, mert az a legnehezebb szakma. Tehát az igazi nagy mesterség. Az összes többi annál csak könnyebb. Ja, egy táncruhát megvarni, az már smafú egy öltöny után. Tehát nyilván itt a ruhaipari technológiákról van szó, hogy egy férfi kabáton, vagy egy férfi nadrágon, milyen fajta zsebek, egy zakón, milyenféle alá merevítések, azokat hogy kell megdolgozni, hogy kell kézzel elkészíteni egy igazi drága szalon kabátot, vagy egy szalon zakót egy férfinak. Szóval, hogy az a szakma csúcsa. De akkor te mondjuk a textilekhez nagyon jól értesz, tehát hogy van anyagismereted. Be abszolút mértékben, igen. Ezt imádom. Tehát, hogy nyilván már nem ez a szakmám. Ez itt látsz egy csomó mindent, ezeket én csinálom, de ez abszolút ilyen hobbi. Ez tényleg csak arról szól, hogy én ezt szeretem csinálni. Meg például az, hogy ha elmegyünk egy bárba, én ugyanolyan estélyruhát tudok csinálni, mint a leg
legcsodásabb és a leghíresebb dizájnerek, akik megálmodják, de nem ők csinálják meg, hanem a varrónő. Én pedig megálmodom és pikpak megcsinálom. Ez a szoknya, egy gyönyörű szép alkalmi ruhának a szoknyája, és egy nagyon szép fekete mider volt hozzá, azt is én vartam. Ebbe az operabálba voltunk a férjemmel egy 5-6 évvel ezelőtt, és akkor képzeld el, hogy lehetett az ott lévő vendégek szavaztak, hogy kinek van a legszebb estély ruhája. És képzeld el, hogy én nyertem, hogy enyém lett a legszebb ruha. Úgyhogy ez egy ilyen operabáli gyönyörűség volt. Ebben mindig baj van egyébként az ilyen műsorokban is, a tévéműsorokban, ahol öltöztetni próbálnak, mert hogy én nekem annyira megvan a kép, hogy én mondjuk egy táncos produkcióhoz, vagy egy énekes produkcióhoz milyen ruhát tudok elképzelni, tehát abszolút így duplán működöm, akkor utána engem nagyon nehéz belerőszakolni valami másba. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk én a Nagy Duettben 4 évvel ezelőtt szerepeltem, 2016-ban, és ott is, hát ha jól emlékszem, akkor a 9 adás, mert végig benn voltunk, a döntőig eljutottunk, talán csak 2 adásban nem én vartam a saját ruháimat. De, és akkor megengedték, tehát hogy látták, hogy velem egyrészt sok a baj, mert sok a szeszély, de másrészt meg, hogyha azt mondják, hogy akkor csináld te, akkor jót viszek, mindenkinek nagyon tetszik, és akkor nincs velem baj egyáltalán, tehát hogy akkor ki lehet engem húzni. Benned van ez, hogyha nem olyan a ruha, mint amit elképzeltél, vagy ha nem érzed benne magad nagyon jól, akkor attól az egész komfortzónádból kikerülsz? Abszolút, így van. Tehát hogy az van, hogy minden embernek van stílusa, és én szerintem önazonosnak kell lenni ennek a ruhának. Tehát, hogyha nem a te stílusodnak megfelelő ruhába tesznek, lehet az akármilyen szép, akkor valami hibázik. És azért jártam így hosszú pályafutásom alatt. Volt az, amikor egyszer-kétszer tényleg nem hagyták magukat, és akkor ők öltöztettek, és akkor nem tudtam úgy beszélni, vagy nem tudtam úgy kommunikálni, mert ahhoz a ruhához, a kis csipke rózsikához az én karakterem nem illett, és akkor próbáltam azonosulni a látvánnyal, nyilván a ruhával, és akkor az meg nem én voltam, akkor nem olyan. Na de ugye, ez megint csak azt jelenti, hogy mennyi üzenete van egy ruhának is, tehát hogy mennyire nem mindegy, hogy mit választasz ki. Persze. Igen. Ugye Szombatesti Lázban nagyon sokat jártunk föllépni, és akkor a Csonka Bandi énekelt, egyet-egyet velem táncolt, de hogy komplett legyen a műsor, én még vittem táncos lányokat, és akkor ők ott még, vagy táncos párokat, és akkor ott körülöttünk táncoltak, és akkor én nekik készítettem egy-egy ilyen fellépő ruhát, ami illet ahhoz, és például ebbe az az érdekes, ezt azért hoztam elő, mert ez a ruha abból a függönyből van. De nem volt itthon semmi, és így hopsz, nem, hanem nekem tetszett ez a függöny, tetszett ez a szín, ez egy Andi szín, és vettem belőle még egy csomót. De, és akkor nézd, ezek egyesével vannak ide. Na, igen, azt nézem, hogy ez milyen technikával. Ezek a egyesével ide föl vannak. És egyesével van. Ez a legjobb dolog. Tehát, hogy én egész nap pörgök, mint egy ilyen őrült motolla, meg ugrálok, és egyszerűen, ha leülök, és ilyeneket csinálok, ez is egyesével van kiflitterezve. Ez egy másik anyagból kivágott virág, mint ami így kézzel ide föl van varva, és a körbe van gyöngyözve, meg flitterezve, szóval ez egy ilyen tök kézi munka. És akkor éjszaka leülsz, amikor a este család nézem a tévét is közben. Elképesztő. Úgyhogy ez kettő, egyébként ebből három van. Akkor ez is például egy ilyen hasonló dolog, hogy ez egy ilyen kis szamba ruhának a felseje, és ez is kézzel van rávarva. Ezt is én vartam, persze. Mindent én vartam, amit most itt mutogatok. Akkor például ez, ha már Szombatesti Lázazunk, ez például a Vargaizán volt, a szambába, ez a Vargaizán tánc. Legtöbb már nincs meg. Van. Igen, igen, egyesével. Egyesével van a sok rojt fölvarva, mert csíkba is föl lehet varni, csak az nem olyan szép. Akkor egész más hatás van. Tehát amikor mozog, akkor látszik, hogy nekem is volt egy ilyen rojtosom, fehér, legendás fehér rojtos a Bandival, a Csonka Bandival, de az már nincs meg, azt valaki megvette. Nagyon sokat aztán persze elvisznek a táncosok. Ez is a Szombatesti Lázba táncolt, ez a Molnár Andin volt például. Ez is ugyanígy. Hát az... Nyilván ez azért is jó, mert ki más tudná jobban, hogy hogyan lehet jól mozogni egy táncos ruhában, mint te. Szóval... Persze. Hát... Mire kell figyelni mondjuk egy táncos ruhánál? Mi a legfontosabb?
Hát, hogy ott akarjon, ahol kell, és hogy nyilván azt mutassa meg, amit nagyon szeretnénk, hogy a táncos nő nagyon mozog. És ez például egy rojt, egy fodor, az remekül kihangsúlyozva. Tehát a szűk ruha például a táncnál nem annyira előnyös. Mindig inkább mozgol. Először leskicceled egy papírra, és utána? Ne, hát nem, a fejembe kitalálom. Csak úgy, mint mindenben. Igen. Egyszer nekem anyukám, amikor én olyan 14 éves körül voltam, de már nagyon komolyan táncoltam, és akkor megvett nekem a Szavária táncversenyről egy angol világbajnok, az aktuális világbajnoknak a ruháját. És az, hát az egy nagyon nagy dolog volt, szerintem egy évi fizetése benne volt abban a ruhában. Így nekem nem csak egy gyönyörű ruhám lett, hanem egy gyönyörű szabás mintám, amiben mindenféle titok benne volt. Tehát, hogy az a ruha az olyan volt, hogy így megállt, akkor még ilyen hatalmas tűzszoknya volt a divat, egy ilyen rózsaszín, tel is tele, ilyen hasonló módon, ilyen hosszúkás levelek, strasszok, flitterek, minden volt rajta. Tehát, hogy nekem például avval egy kicsit ezt is megalapozta talán, ezt a fajta képességemet, hogy én ilyeneket tudok csinálni, mert ott mindent lelestem, és tudtam, hogy ilyen titkom szinte csak nekem van. Ebbe például a tavalyi sztorigálán voltam. De akkor neked ez fel sem merül, hogyha van egy esemény, hogy besétál egy üzletbe és vásárol. Figyelj, mire elmegyek odáig, letelefonálom, mert ugye azért ezekben a szalonokban nem is olyan könnyű bejutni. Letelefonálod, időt egyeztetsz, odamész, ott 3 órán keresztül próbálgatsz ruhákat, amik vagy tetszenek, vagy nem. Megszerzed az esemény előtt, elmész érte, még egyszer. Az alatt ez már rég elkészül. És ott van mögötted egy hófehér. Itt van egy hófehér, például ez a lányomnak készült a szalagavatójára, ez egy esküvői ruha. De mennyit szenvednek az emberek azon, hogy mit vegyenek fel a szalagavatójukra? Na, nekem meg volt a szekrényben ilyen anyag. Egy pár teklagyöny, és akkor neki rugaszkodtam. Amúgy az esküvői ruhád az... Az esküvői ruhámat is én vattam. Hát hogy ne? Hát elképzelhető más. Ezek után... Nem tudom, egy órája vagyunk itt nálatok, de hogy van egy ilyen nagyon jó energia itt a házban, és hogy nyilván ez a ti családotokban is benne van. Ez abszolút benne van itt a levegőben, igen. Hát én nekem a férjemen nagyon nagy mázlim van. Most ráadásul velem fogyókúrázik, annyira aranyos. Mert hogy ő neki ez hiányzik, ez a 12 óra mozgás, vagy hiányzott, és bár futott meg, kerékpározott hősiesen, neki is most oda kell egy picit figyelni, hogy a táncnadrág ismét úgy álljon rajta, ahogy korábban, úgyhogy ezt csináljuk. De hát egyébként ez is fontos, tehát hogy tényleg most ez egy sikerélmény, most az idei év, első fél év abszolút sikerélménye, hogy tényleg én a karanténban még fogytam, tehát hogy tavasszal, január, február, március egy jó pár kiló lement, és akkor én a karantén alatt úgy, hogy sütöttünk, főztünk egy nap kétszer, mégis tudtam még tovább fogyni. Jó, de azért nyilván ezek egészséges ételek is, nem? Egészséges étek. Tehát olyan csoda nincs, hogy valaki kakaós csigát eszik reggeltől estig, ül a fotelban, és közben fogy. Tehát, hogy ez nincs. Olyan van, hogy tudsz finomakat enni, odafigyelve persze, de nem érzed azt, hogy felfalod az egész tepsit, amit sütöttél, hanem hogy tényleg a szervezeted azt mondja, hogy ennyi elég. Ennyi elég, most te jól vagy lakva, és hogy nem ettél sokat, de ezzel most ki tudod húzni nyugodtan a következő étkezésig, és nem fog korogni a gyomrod, hanem jól fogod magad érezni közben. Na, ez a lényeg, én szerintem. 2 új fürdőruhát azt vettem, ez most nagyon izgalmas. Ha nem is megyünk tengerpartra idén, de itt a teraszon olyan jó fürdőruhám van. Igen. Azt például nem varrok, fürdőruhát sosem varrok, tehát ilyenekben nem. Annak idején, amikor az első bajnokságaidon elindultál, meg világbajnokságokra jártál, akkor még ez nem volt feltétlenül annyira alap dolog, hogy táncruhát bárhol és bárhonnan be lehetett volna szerezni. Szóval neked akkor az óriási élmény volt, hogy vartál. Persze, hogy ne. Hát én velem ez a varrógép, ez végig utazta Európát. Egy sporttáskában. Hát ez maga volt az edzés, nem? Egyszer egy szállodába, mert bementünk ilyen nagy elegáns szálloda, valami világverseny, világbajnokság, nem tudom. És akkor vittem a bőrönömet, meg a varrógépet, így letettem magam mellé, és odalépett a londéner, és meg akartam elni, hogy ő fölviszi. Hát ezt nem tudom, 45 kiló szegény. És annyira nagy táskában nem volt.
Mondtuk, adja csak majd a kis bőröndünket, majd mi fölvisszük. Szóval, hogy ő jött velem mindig, mert hogy Magyarországon anyagot sem lehetett kapni annak idején. És akkor mi, nekünk megvoltak a helyek, hogy hol lehet ezeket kapni, és akkor Bécsbe megálltunk, vagy ha messze volt a verseny, Párizsba, Londonba, és akkor ott megvettük az anyagot, megérkeztünk a szállodába, akkor ott szépen kicuccoltunk, varrógép kikerült az asztalra, én gyorsan megvartam a táncruhámat, még aznap éjjel, és akkor hajnalban, amikor elkészült, mindig jött velem a barátném. Az én drága, nagyon kedves Erika barátnőm, és akkor őt fölébresztettem hajnalba, és akkor ő fölkelt, és mire elkezdődött a verseny délelőtt 11-re, addig ő ezt nekem fölstrasszozta, mert hát akkor már, amikor komolyabb versenyekre jártunk, akkor nem flittereztünk, hanem akkor Swarovski kristályokat kellett a ruhára ragasztani, 1000 szám. De hát ő nagyon profi volt már ebbe. És akkor egy 2-3 ezer ilyen Swarovski kristályt földobott nekem a ruhára. Hajnali 3-tól 11-ig, igen. És akkor én is ki tudtam magam pihenni, és akkor enyém volt megint a legszebb ruha. Vagy hát mindenképpen az egyik szép ruha. Igen. És akkor az sokszor meg is vették tőlem ott a versenyen a külföldiek, mert hogy szépek voltak ezek a ruhák, úgyhogy nekem voltak Németországban, Ausztriában, Olaszországban, mindig voltak olyan táncosok, akik az én ruháimat hordták. Szóval, hogy ezt tényleg csináltam, ez komolyan, akkor ebből tudtuk finanszírozni a nagy magyar bajnoki létet, mert hogy erre aztán semmi támogatás nem volt, de valamiből meg mégiscsak ott kellett lenni. Jó, hát azért sokszor autóban aludtunk, meg tudom én, vittük a hazai szalámi szendvicset egy hétre, ahogy azt annak idején mindenki csinálta, de hogy ezzel tudtuk finanszírozni ezt a sok utazást igazából. A ruha egyébként mennyit nyom alatva egy versenynél? Hát számít. Hát inkább azt számít, hogy mindenki is szép, egyik szebb, mint a másik. Hogy nem maradhatsz alul. Hát azért ez egy furcsa dolog, a versenytánc, az a magas szintű versenytáncos formája, ez egy úri sport. Tehát, hogy látszani kell a ruhán is, hogy neked van rá. Igen, ez ilyen dolog. Na. Hogy ne teljen haszontalanul a nap. Mindent meg lehet oldani, persze. Kész. Tadám!